Nem növekedett az ungvári városi tanács apparátusának létszáma. A legutóbbi ülésen a képviselők 10 további állás létrehozását javasolták, többek között területfelügyelőit, hogy a város biztosítani tudja a fizetett parkolóhelyek megfelelő karbantartását. Viszont a polgármester megvétózta a döntést. A képviselők továbbra sem tudták őt meggyőzni. A fizetett parkolás kialakítása technikai okok miatt még folyamatban van. Mivel a földkadaszter egy ideig nem működött, ezért nem tudták pontosan megállapítani a telkek határait. Ezen kívül néhány jogi kérdés is akadályozza a folyamat beindítását. Emiatt vétóztam meg a 10 további személy felvételéről szóló döntést. Jelenleg 3 ember felvételéről döntöttünk, hogy a munka már beindulhasson. A városi tanács apparátusa 373 tagból áll. Jelenleg a Fedinec utcában alakítanak ki egy 60 férőhelyes fizetős parkolót. A parkolóórákat csak a helyi önkormányzat tisztviselője felügyelheti. A fizetett parkoló felügyelete érdekében egy költséges felszerelés beszerzésére van szükség. Egy érintőképernyős eszköz körülbelül 400 ezer hrivnyába kerül, mivel hely meghatározás által rögzíti, hogy a gépjármű a területen van-e, fixálja a rendszámát, hogy befizette a parkolást, van hozzáférése az adatbázishoz. A költségvetésünkből jóval kevesebb összeget szánunk a közlekedés felügyeletére. A számítástechnikai eszköz körülbelül 20 ezer hrivnyába kerül. A nagyon költséges felszerelések megvásárlásának elkerülése érdekében, valamint azért, hogy egy munkatárs csak egyféle tevékenységet végezzen, az önkormányzat egyik osztálya a közlekedési szabályok betartását felügyeli, mint például a tilos helyeken történő parkolást. A másik osztály pedig felügyeli a fizetett parkolókat. A közeljövőben a városban további fizetett parkolókat alakítanak ki. A projekt 680 parkolóhellyel számol. A Korjatovics térről, a Fedinec, Tolsztoj utcákról, a Petőfi térről és a Kapos utcáról van szó. A projektet a közeljövőben szeretnénk megvalósítani, mert valóban megnövekedett a gépjárművek száma. A helyzetet rendezni kell, és több lesz a pénz a büdzsében is. A soron kívüli ülésen az ungvári képviselők áttekintették a város gazdaságfejlesztési főosztályáról szóló rendeletének módosítását, figyelembe véve, hogy megalakult az áttelepült vállalkozásokkal, valamint a humanitárius segélyszállítmányokkal, jótékonysági alapítványokkal foglalkozó osztály.